Förk, a minőség. Válasszon bátran! Szerelés és rögzítés technikában, autóiparban, fémiparban, építőiparban, világszínvonalú termékekkel állunk rendelkezésükre. Kézi szerszámok, műhely felszerelések. Ez mind a Förk vállalatcsoport kínálatában. Förk, a minőség. Ruházat, védő és edző felszerelések, fitness, karate, taekwondo, kickbox, minden, ami harcművészet. Flotta kezelés, tartós bérlet, gépjárműpark üzemeltetés. Flotta Park Kft. A Dino Sport híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Barzsai Károly profi ökölvívó, a VBA nagy középsúlyú világbajnoka. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Már nem most volt a meccsed, most már az ott eltelt jó pár hét. Sikeresen megvédted, így utólag gratulálunk. Köszönöm. Azóta már fölröppentek olyan hírek, mely szerint az is megvan, hogy mikor fogsz boxolni. Tehát most már az aktualitást veszük figyelembe, akkor már tulajdonképpen arról írogatnak, hogy júliusban boxolni fogsz. Viszont őt is hallottam, hogy ez még közel sincs így, noha ezek a hírek már megjelentek, hogy július közepén. Mi a helyzet? Hát igen, volt egy versenytárgyalás, mivel a két promóció, az Univerzum, illetve az Írek nem bírtak megegyezni. Az én kötelező kihívómmal, hogy hol, mikor, Panamában összegért, és utána volt ez a pörzsvét, amit mi elveszítettünk. És innentől kezdve minden feltételt úgymond az Írek diktálnak, és ők meghatároztak egy július elejei, illetve közepei időpontot, és ha jól tudom, Belfast helyszínnek, amit nekünk bocsánat, kötelezően el kellene fogadnunk, de én úgy érzem, hogy ez nem reális, ez az egész időpontválasztás. Mert ha azt vesszük, hogy én boxoltam április végén és július elején, az pontosan 11 hét a két meccs közötti időszak, ami egy szűk felkészülés, tehát nekem pihenő nélkül kellett volna már felkészülnöm. Én úgy érzem, hogy ez még egy tárgyalási alap, tehát a világszövetségre ezt mindenféleképpen ugyan az Univerzumnak, illetve a vezetőknek át kell beszélni, hogy ezek ilyen lehetetlen feltételek, illetve lehetetlennek tűnő teljesítésnek tűnik. Kicsit, hogy szándékosan választották ezt a közel időpontot, de hát az Univerzum kérte, hogy én azért kezdjek el úgymond egy kicsit mozogni, tehát úgymond a passzív pihenőmből váltsak át aktív pihenésbe. Én ezt megtettem, és csak hát ők azóta sincsenek Hamburgba és az edzőmmel nagyon tudtak még kommunikálni, mert most is egy hétig az egyik másik világszövetségnek a konferenciáján vannak egész héten, úgyhogy remélem ott majd valahogy dűlőre jutnak a másik az Íreknek a promóciójával, és valamilyen olyan egyességre, illetve időpontra jutnak, ami mindkettőnknek úgymond előnyös lesz, tehát teljesíthető. Akkor most egy kicsit olyan helyzetben vagy, hogy mert gondolom úgy tervezted, hogy hazajössz, kiszolgálod a sajtót, a szurkolóidat, aztán a családdal együtt valahova elmentek és pihentek. Én de mindig hát, így tervezek. De hát most nem lehet elutazni akkor ezek szerint. Hát egyelőre most várnunk kell egy néhány hetet, hogy úgymond a fejem fölött a sorsomról hogy döntenek.
de hát az univerzum is ugye az én oldalamon áll, tehát az én érdekeimet képviselik. Ők szinte napi kapcsolatban vannak a menedzserem, az Albert Gáborral is, és amilyen bármilyen fejlemény van, engem a Gábor azonnal tájékoztat. Engem az edzőm hívott, hogy vagyok, jól vagyok, meg ugye múlt hét végén itt voltak nálam, illetve nálunk egy kis szűk családi, illetve ilyen baráti összejövetel volt, ahol ők is meg voltak hívva, és én nagyon jól éreztük magukat. Mi volt, egy születésnapi parti volt? Nem, ez egy meglepetés parti volt, amit a feleségem szervezett, az én tudtomon kívül, és tehát ez a klasszikus, hogy belépek a terembe, és ott volt 50 ember. Tehát az olyan jól sikerült, és ők is itt voltak. Akkor szándékosan mondta is a Tini, az edzőm, hogy most nem beszélünk ökölhívásról, most ünnepelünk, akkor ugye a világbajnoki címemet ünnepeltük, meg hogy milyen jó együtt vagyunk, mert még így szabadság alatt nem is találkoztunk. Na tessék, és akkor erre most egy kicsit így elvarrantva a szabadságod. Hát egy néhány nap múlva igen, ezek a rossz hírek azért jöttek, hogy ugye elveszítettük ezt a sőt, még összeget is lehoztak, hogy 20 000 dolláron. Igen. Múlott, tehát eléggé pontos. Valamiken 5-10-20 dolláron múlik, mert valaki direkt nem kerek összeget, hanem valami más összeget dob. Egy dollárral is lehet nyerni, illetve veszíteni. Ez ilyen. És akkor most tényleg edzettél egy keveset? Hát elkezdtem a mozgást, az úszásokat, illetve az ökölhívás kívül ilyen kiegészítő sportágaknak hívnám, hogy tényleg nem otthon ülés van és tévénézés, hanem tényleg egy kicsit ümd a szervezetemet, egy kicsit visszarázzam a megszokott. Ott már július annyira közel van, biztos, hogy akkor nem lesz meccsed. Vagy ezt sem lehet ennyire biztosra venni? Nem, az a baj, hogy nem merek semmit mondani, mert ha kötelezően azt mondják, hogy de igen is kell, és én nem vállalom, akkor annak következményei lehetnek. Ami természetesen szerintem nem ők szeretnek. Arra mentek ezzel az időponttal. Van egy ilyen sugallat benne, én is egy picit érzem ezt, de feltételezzük először is a jót, és hogyha jót feltételezzük, akkor esetleg bele fognak menni abba, hogy akkor kicsit csúsztassunk ezen az időponton, hanem akkor meg természetesen arra mentek, hogy a zöld asztalnál elvegyék az én címemet, vagy valahogy kikényszerítsék tőlem ezt. Nem baj, Kacsi, úgy érzem, hogy ebből szeptemberben lesz valami, hamarabb nem lesz meccs, úgyhogy... Örülök neki, hogyha ezt érzed. Én az a baj, hogy hiába érzek bármit is, meg tervezek, ideig soha nem történt ugye lassan 8 év alatt a profi pályafutásomban. Nálad is voltam sokszor, mindig tervezgettünk, mindig jól megbeszéltük, hogy tökéletes logikával levezettük, hogy ez biztos ez lesz. Közel sem történt úgy, ahogy mi azt akartuk. Úgyhogy úgy mondom, hogy a megszokásból én már ilyet nem is teszek, hogy érzek, vagy tervezek. Igen. Viszont az jó, hogy nem arról kell beszélni, hogy hol fáj, hol nem fáj. Jó, persze fáj valamit, de hát az már mindig így marad, nem? Vagy most már semmi nem fáj? Most. Úgy érzem, hogy most semmi nem fáj. Jó, természetesen a derekamat egy kicsit azért érzem, de hát az azon kívül, a szokottokon kívül semmiféle más problémám nincs, sőt, meccs után sem volt semmiféle olyan súlyos sérülésem, amiatt. De ez jó, a jövőt nézve. Ez végre jó volt, végre azért hosszú évek, nem tudom hány meccs után, amikor semmiféle öltést nem kellett, vagy ragasztást a fejemre tenni. Pedig hosszú meccs volt. Hosszú meccs volt, igen. Ezt közben én is éreztem, hogy a 5.-6. menet környékén, hogy ez bizony hosszú. Azt tényleg hol pont volt? Mert láttam, megosztanak a vélemények itt, voltak az, hogy nem volt az. De az 5.-6. menet, de az volt. Nem fizikailag, igazán szellemileg, illetve a koncentrációmat kellett újra úgymond építenem egy kicsit, mert ott egy kicsit elfáradtam. Nem tudtam annyira figyelni, és azért esetleg azok a menetek úgymond elmentek, de utána úgymond felfrissültem szellemileg. De ezt hogy csinálod? Mire gondolsz ilyenkor? Ilyenkor nem gondolkodom, nagyon figyelek az edzőmre, figyelek saját magamra, és próbálom motiválni magam. Jó, csak mondod, hogy újraépítetted a koncentrációt, tehát ezek már ilyen tapasztalat, meg a hosszú évek, hogy úgymond, igen, hogy újraépítem magam. Ez a koncentrációs motiváció és saját magam ösztönzése, hogy de igenis nyomni kell tovább, és már csak ennyi. Na, de ilyenkor valamire gondolnak el, a pszichológus mondom, amit nem, vagy ilyenkor... Abszolút a győzelemre, az edzőm kiabálja, hogy ez a mi jövünk, ez a mi címünk, ezt meg kell, hogy tartsuk, és erre ez és erre van szükségünk. Ezt mondta is a 10. Tehát ezeknek akkor van hatásuk, ezeknek a bekiabálásoknak. Természetesen. Egyébként ez egy olyan különleges meccs volt, hogy mindenkinek a bekiabálását hallottam.
Nem szoktad egyébként? Nem. Na, egy-két édesapámat, és az edzőmet szoktam hallani, egyébként nagy zúgást hallok. Itt még a nagyobb akkor most boxoltál először tiszta fejjel? Nem, természetesen nem. Csak most egy olyan, volt már ilyen, csak most, sőt címet sem is volt már ilyen, csak most megint egy olyan állapotban voltam, hogy abszolút tiszta voltam, bíztam magamban, és végigéreztem, hogy a meccsnek a vége felé ez fog történni, ami ugye a 12-es menet végén történt. Én egy picit előrébb vártam, de... Hová vártad? Egy másfél menettel előrébb, a 10.-11. menet közepére. Ez azért érdekes, hogy az ember várja, nem következik be, akkor nem ijed meg, vagy nem lepődik, vagy nem, mert ugye azt, hogy jaj, nem sikerült, hogy akkor most mihez kezdjek. Nincs egy ilyen az emberben? Hát ilyen messzire azért nem szoktam gondolkodni meccs közben. A 10. menet éreztem, illetve tudtuk, hogy a meccs nagyon szoros. És a 10. menet végén mondta az edzőm, hogy az utolsó két menetet mindenféleképpen nyerni kell, és akkor pontozással nyerünk. Ha csak az egyiket nyerem, akkor X, tehát döntetlen, de akkor is ugyanállam marad az őv, hogyha nyerem mind a kettőt, akkor pontozással nyerek. És a 11. menetet megnyertem, úgy éreztem, és kaptuk is az információt a Kokótól, aki ott ült a zsíróasztalba, és bólintott, hogy ez a menet megvolt, és ott tudtam, egy picit talán meg is nyugtatott az, hogy ő akkor pontozással már megvan, viszont óriási hibát nem szabad elkövetnem, mert a profilkönyvásban együtt és választ el a győzelemtől meg a vereségtől, ugye ez a klasszikus mondat. Lehet arról beszélned, hogy például ilyenkor, mondjuk, hogy Kokórikor ott van, mit tud menet közben segíteni? Tudja mondani, hogy állsz pontozással? Vagy ő sem? Természetesen ő tudja, és rengeteget tud ezzel, és segített is nagyon sokat. És mi van akkor, amikor úgymond meglepő eredményt hallottak, azt mondja, hogy bíróknál másképpen látok, mint hogy ti érzitek? Egy picit rossz, de muszáj tudnunk, mert akkor nem megnyugtat. Én olyan versenyző vagyok, hogy engem megnyugtatni nem szabad a ringsorokba, és engem ez csak pörget. Engem ilyen folyamatos, mint hát akkor mindig azt mondanám neked, hogy rosszul lesz. Nem, mert hogyha nagyon rossz, és nem azt érzem, ugye akkor meg elkeseredek, és azért esem össze. Mint egy akkor időnként akkor simogatni, meg néha meghajtani. Igen, inkább hajtani kell, illetve úgymond stresszbe, illetve feszültségbe tartani, és akkor tudok jól teljesíteni. És akkor kilő a kezed. Igen. Jó esetben. Na most kilőtt. Most hál' Istennek, igen. Most jól összejött. Ez a győzelem neked lelkiekben nézve mit adott neked? Mindent. Ugye voltak vereségek, stb. Ugye elmaradtak a nagyütések. Azért kérdezem, hogy most ezzel úgy végleg, úgy teljesen úgy helyreállt, úgy minden a Balzsai Károlyban, úgy lelkileg? Természetesen nem. Hát azért szálkák, azért úgy egy pici rossz érzés azért. Nem is a vereségek miatt, hanem ahogy kikaptam, illetve akitől kikaptam, az azért egy picit fáj még, de nagyon-nagyon sokat kárpótolt, és szinte teljesen elfeledtette velem azokat. Egy ilyen győzelem azért minden úgymond profi ökölű, illetve bármilyen ökölű vagy sportolónak az álma, hogy ilyen hatalmas csatában a végén egy ilyen úgymond katarzissal tudjon nyerni, egy technikai KO-val esetleg, vagy egy KO-val. Úgyhogy, mintha ez egy hollywoodi filmi meg lenne írva, ez tényleg ezen jól csattant, jól sült el, és a végén az én kezemet emelték a magasba, úgyhogy még boldogok is lehettünk, vagyunk. De akkor 1000%-ban hiszel újra magadba? Vagy eddig is hittél mindig magadba? Én hittem magam, hogyha nem hittem volna, akkor azért a két vereség után azért nem térek vissza. Ugye klubtársaddal bonyóztál, korábban ugye féltettünk téged, ki tudja az univerzum érdekei mit kívánnak, mit nem. Ezekből akkor nem lett semmi, ugye? Tehát az univerzum valóban semleges volt itt, mint a klub. Tehát nem akarta befolyásolni senkinek sem a győzelmét. Én úgy érzem, igen. A világbajnok ugye védelme nélkül abszolút semlegesek voltak. Egy picit volt, amikor úgy éreztem, hogy azért az olyan menetet elveszítettem, amit én nézésem szerint nyertem, de én úgy érzem, hogy korrektek voltak és abszolút próbáltak amennyire csak lehet semlegesek maradni. Hogy az üzleti érdekeik mit kívántak, illetve örültek vagy nem örültek az én győzelmemnek, nem tudom, mert hogyha a Sartison nyer, én úgy érzem, hogy sokkal előrébb akkor sincsenek.
azzal, hogy van egy magyar világbajnokuk, nagy televíziós társaságot, ezzel azért még nem lehet megkeresni, illetve meg lehet, csak azon sokat nem segít. Hallottam, azt hiszem épp a menedzseret Herbert Gábortól, hogy szóba került, hogy lehet, hogy itthon boxolnád a következő meccsedet. Hát még az előző, a utolsó meccsemnek a magyarországi sajtótájékoztatóján a Valdemar Kluk, ugye az Univerzumnak az új orosz tulajdonosa mondta, hogy ő nagyon szeretné Magyarországra hozni, amiből sajnos nem lett semmi, mivel nem jöttek a befektetők. Ez a magyar, illetve hát az utolsó meccse mögé sem állt be, úgymond a magyar tévé, illetve egy kereskedelmi se a közmédia. Úgyhogy olyan nagy hátteret itt nem tudtak kialakítani, illetve nem volt rá úgymond a média felől akkor érdeklődés, és ezért nem tudták azt megtenni, hogy leszervezzenek. És most sem változott semmi, hogy megvédted szépen a világbajnoki címedet? Én úgy érzem, hogy nem. Hát most egyébként is minden a foci Európa bajnokságra, illetve az olimpiára irányul, minden figyelem. Igen, de épp most, hogy mondod, Herbert Gál pont azt mondta, hogy pont a kettők között úgy merült fel, hogy itt lenne a Magyarországon a gálád, pontosan az EB és az olimpia között. Tehát volt egy ilyen Volt egy terv. Ilyen verzió is. Én úgy érzem, az is egy picit azért korai lett volna. De egy kora őszi meccsre, egy hazai gálára azért szerintem így az olimpia után levezetésnek mindenféleképpen. De most így, hogy a pályázatot elnézve, akkor Észak-Írország, ugye? Tehát abból nem lehet már közelebb. Én úgy érzem, hogy a helyszínt az semmiféleképpen nem tudjuk megváltoztatni. Ha esetleg az írek nem mondanak le, miért mondanának? Így van. Az időpont itt, ami most ami már a csak azon lehet variálni. És akkor most edzel, és akkor kis család, ennyi? Vagy mit csinálsz most? Vasassal mennyire van időt foglalkozni, vagy hogy hát a vasas sűrű-sökülő szakosztály szakmigazgatója vagy? Elméletileg igen. Gyakorlatilag nincs most tisztázva, mert amikor én elmentem vissza úgymond a Hamburgba, akkor ők úgy váltunk el, hogy akkor addig én felfüggesztett szabadságban, nem is tudom, miben vagyok. És amikor visszajöttem, akkor megkerestem a Vasas vezetését, tehát a Markovics elnök urat, hogy akkor üljünk le és beszéljük meg, hogy akkor hogyan tovább, van-e tovább, vagy számítanak-e még rám. Sajnos túl sok rossz ugye a Vasas labdarúgóival, meg mindenféle szakosztálybeli problémákkal meg kellett itt küzdenek, úgyhogy az idő az még nem jutott rám. Én várom ezt a úgymond megkeresést, illetve ezt a tárgyalást, hogy négy, illetve hat szem közt leüljünk. Jelen pillanatban akkor még úgymond még most felfüggesztve vagy. Abszolút felfüggesztett vagyok. Olyan nagyon nem is kell rohanni, mert ugye itt a nyári szünet, a válogatottnál ugye sajnos a Benji nem jutott ki az olimpiára, tehát a nagy kérdéseket, meg a nagy feladatok ilyenkor nincsenek. Úgyhogy én ráérek, szerintem most nekik se kell annyira úgy rohanni, vagy ők sem rohannak annyira, úgyhogy majd meglátjuk. Akartam is kérdezni, hogy mit szólsz Bocskai Balázshoz, hogy nem sikerült végül is kiütni az olimpiára. Pedig tőle korábban nem azt vártuk, hogy kiüss, hanem éremben gondolkodtunk. Így olimpiai van. Szomorúságot éreztem. Ugyan előttem néhány nappal boxolt, és én nem azt mondom, hogy csalódott voltam, mert nem csalódtam a Benjiben, mert mindig egy kiváló ökövi, vagy egy nagyon rendes rác, és okos, és intelligens. Tényleg szerintem az ökölivásra termett, és arra, hogy olimpián érmet hozzon. Az utolsó másfél-két évén úgy érzem, hogy az nem csak az elmúlt néhány hét vagy hónap, ami ezen múlott. Lehet itt mindenre fogni. Nem tudom, neki egy nagyon-nagyon nagy változás, nagy váltás kell. Tehát most kipihenje magát, a kézsérülését, stb. És én újult erővel, én nagyon bízom benne, hogy Rióba viszont ő egy óriásit fog dobni. Hallottam egy olyan pletykát, pletyka persze, és amiben te, hogy mondjam, annó benne voltál, tehát tudod, hogy miről van szó, azt mondják, hogy nem tesz jót Benjinek, hogy édesapja foglalkozik vele. Ez valóban, ez néha visszaüthet?
Én a saját példámat tudom mondani, én imádtam az apukámmal együtt edzeni, én nagyon szerettem vele együtt lenni. Ugye ki sem utazott az édesapja a táborba, se volt az utolsó két hónapban már. Ilyen személyes konfliktusok és mindenféle sorozat, meg ilyen, ezek ilyen nagyon belső, úgymond magánügyeket feszegetsz, amire nem is szeretnék, nem is tudok nagyon igen, csak válaszolni, ugye, mivel ugye, én nem is jó, voltam. De ugye, ezek voltak, benne, amit te is tudsz, ezek voltak, és éppen azért ez, mi ugye az édesapjáról beszélünk, aki ugye edzője, ez mennyire hathat ki fejben a formájára? Mindenféleképpen ez meghatározza természetesen, hogy a klub edzőjével, adott esetben, ha az az édesapja, milyen viszonyban van. Hogyha nap mint nap egy kicsit stresszesebb, és nem egy nyugodt, megszokott, és teljesen motivált környezetben edz, akkor ez természetesen kihat az ő teljesítményére, még esetleg utána néhány hetet a válogatottal teljesen külön is edzenek. Csak maga az a tudat, hogy az édesapja bizonyos vezetőkkel nincs. Igen, erősít a dolgokon. Fel tudja erősíteni, hogy én még motiváltabb, még jobb legyek, de nagyon-nagyon nagyot tud gyengíteni is rajta. Tehát nem volt jó, hogy ez van. Csak azért mondom ezt mert azért téma, mert hogyha esetleg, hogyha maradsz ugye, mint a Vasasökör szakmai igazgatója, akkor előbb-utóbb ezzel a kérdéssel újra szembe kell majd nézned. Így van, ez az elkövetkező, úgymond a vezetősége az tárgyalásunknak az egyik főpontja. Úgyhogy már egy kényes feladat már, tessék, itt van. A sportvezetés az igen. Nem baj, jobb a ringben még, nem? Most hogy érzed még, mennyi van benned? Én mindig ez volt az utolsó, a Donetszki is az volt az utolsó, meg ugye az előtte lévő meccsek is az utolsóak voltak. Úgyhogy mondom, én az univerzummal, meg amit a legelején beszéltünk, én nem tervezek, nem érzek. Majd ami jön, mész, oda mész, és akkor ütsz egy párat. Majd meglátjuk, akkor hogy sikerül. Nagyon kevés a körülvónk jutott ki az olimpiára. Hölgyek közül egy sem. Leszállóágban vagyunk, elfogytak a jó magyar ökölvívók, vagy most ez csak egy rossz periódus, és a következő már jobb lesz. Többen megyünk ki az olimpiára. Én úgy érzem, hogy most esetleg nem voltunk annyira szerencsések, illetve nem állt úgy össze a csapat, mint ahogy kellett volna. Utoljára ugye hát 96-ban 5-en voltak, 2000-ben 3-an voltunk kint Sydney-be, akkor Athénban megint 5-en voltunk kint, édesapámék is 5-en voltak kint, ugye Pekingbe, most megint 3-an mennek, ez egy picit hullámzó. Igen, és bocsássanak meg a versenyzők, de ebből a 3-ból igazából egy húzónév van. A K.T. Gyuszi, de hát ugye ő is már. Tehát persze fiatal is lehet, mert óriási meglepetést okozhat a kis arca, de hát most arra megnézzük. Én inkább a Varga Mikibe láttam. Úgy, igen? Igen, mert ő már volt olimpián, ő még fiatal, de már tudja, miről szól ez az egész. És azért, mert ők hárman vannak, még a K.T. Gyuszi ugyanúgy odaérhet. Csak ők így papírforma alapján most oda tennék. Olimpián senki úgy érzem, hogy nincsen papírforma. Mert ha megnézzük, ha a papírforma szerint nézzük sorsolást, akkor az elmúlt 4 olimpiáról nem egy, nem két érmet kellett volna hoznunk. De hát az olimpia az nem a papírformáról szól. Jó, akkor mint sportvezető azt mondod, hogy akkor nincs gond. Én úgy érzem, azért, mert 3-an vannak, attól ők még borzasztó sikeresek tudnak lenni az olimpián. És benne van ebbe a csapatban? Abszolút. Akár egy érem is. Mindenféleképpen. Készülsz? Foglalkozz legyen, mi lesz az olimpián? Esetleg itthon vagy, úgy adódik, lemész hozzájuk egy kicsit? Akár Tatára? Tatára, igen. Múlt hétvégén voltam Tatán, igaz, akkor csak az ifiknek volt egy ilyen válogató kesztyűzésük, és nagyon élveztem. Szeretnék lemenni, igen, meglátogatnám. Te is kesztyűztél velük? Nem, természetesen nem jön. Azt mondja, élvezted? Nézni élveztem, mert nagyon klasszak voltak a srácok, nagyon harcosak és jók voltak. Tehát utánpótlásban szerintem azért jók vagyunk, meg jó is lesz. A felnőttek akkor már nem voltak, de valószínűleg le fogok menni az olimpiai táborba és megnézem őket. Zárásként. Minden nap várod a hívást az univerzumtól, vagy úgy vagy bele, hogy nem törődsz vele, majd hívnak, amikor hívnak?
De az túlzás lenne, hogy minden nap várom a hívásukat, azért ilyen 2-3 naponta a Gáborral azért értekezünk, uh-huh. hogy ő tud-e róluk valamit, vagy én tudok-e róluk valamit. Bár most a Gábor egy picit elfoglalt, tehát így hirtelen igen, a pécsi labdarúgása. De azért természetesen rám is jut elég ideje, úgyhogy konzultálunk mi egy héten egyszer-kétszer minimum. És ő is keresi az univerzumot. Ők ezt nem szokták elkapkodni, úgyhogy nem kell minden nap nekem várnom. Akkor jó pihenést kívánok neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport. A gyógyulásnak számtalan útja van, de nem kell mindet végigjárni. Ha együtt van test, lélek, szellem harmóniája, gyógyult vagy. És ha a gyógyszer már nem segít, fordulj a természethez. Alternatív. Minden héten kedden, este 6 órától a 6-os csatorna műsorán. Sportosat. A Dino sporthíradó túl van már az 1500. élő adáson is, ami nem meglepő, hiszen a magyar sportolók hétről hétre remek eredményeket érnek el, akik szívesen beszélnek a sikerről, de a kudarcról is. Már csak ezért is érdemes minden hétköznap délután 17:30, illetve este 22:00 rákapcsolódni a Dino sporthíradóra. Tudja, a magyar sportoló is lehet érdekes. Vallás nélkül nincs kultúra. Kultúra nélkül nincs vallás. Az európai értékrendszerhez a kultúra és vallás hozzátartozik. Ez a magyar kultúrának is az alapja, az európaiságunk gyökere. A meghívott vendégeinkkel erről az értékrendszerről beszélgetünk. Tartson velünk a hit világába. Vallás és kultúra. Vallás és kultúra két hetente keddenként este 8 órától.